Itt ül velem szemben Seregi Zoltán, viszont jobban ismerik úgy, hogy Tutajos a Tüskevárból. Számomra ez egy nagy találkozás, és nagyon örülök, hogy létrejött. Hát tudom, hogy sokan megkérdezték már, de milyen élmény volt akkor tizenéves városi gyerekként átélni azt a milliót, és hát azt abban a filmben szerepelni, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy gyerekek százezreinek az egy kedvence volt. Óriási élmény volt nekem, mert én ugyanúgy, mint ahogy a filmbéli vagy a regénybéli Ladó Gyula, Pesten nevelkedtem, Budapesten, még ha a vízparton is, mert a Viszivárosban, Dunaparton laktunk, de a természet az messze volt tőlem, az igazi természet és az állatok. Tehát nekem ugyanolyan rácsodálkozás volt, ugyanolyan erős élmény volt a találkozás a vízzel, a halakkal, a madarakkal, a kutyával, a természettel, mint Ladó Gyulának. Tehát nem is kellett nagyon játszani, mert ugyanolyan élményszerű volt. Arról nem beszélve, hogy a forgatáson a stáb is nagyszerű volt, kivál rendező, a színész kollégák akkor még, ugye, most már azok, de akkor még nem kollégák voltak. Fölnéztem rájuk, és ők meg nagyon-nagyon kedvesen és segítőkészen bántak velem. Tehát nekem ez olyan volt, mint egy mese. Tehát egyetlen egy rossz emlékem nincs erről, egyetlen egy rossz pillanat, ami még akkor is, amikor voltak nehéz helyzetek ott, amiket nem tudtam könnyebben megoldani, és akkor sokat kellett próbálni, meg nyűztöttek, hogy így, meg úgy, meg amúgy, de nem volt negatív élmény, tehát. Hát olyannyira nem, hogy együtt egy filmben szerepelhetett Matula bácsi, hogy mindenki fogadott nagypapájával. Bálhindi László hogyan viselkedett önnel a forgatásra? Hát ő is nagyon segítőkész volt, bár hát ő egy különc ember volt, tehát ő nem engedett igazán közel magához talán senkit, vagy nem tudom, de hát ott ebben a közegben nem nagyon. És annyi volt azért, azt soha nem fejtem, az első mondata hozzám az első forgatási napon, amikor azt mondta, hogy ide figyelj, öcsikém, hogy ha valami bajod van ezekkel, mutatott a stáb dolgozóira, akkor csak szóljál nekem, majd én helyre rakom őket. Én bevallom, gyerekként nagyon irigyeltem, hogy fáraszthatta és megfoghatta azt a bizonyos harcsát. Ennek a harcsa fogásnak van-e valami külön története vagy kulisszatitka? Hát természetesen, hát nyilván nem úgy történt, ahogy a filmben. A valóság az egy kicsit prózaibb. Oda hoztak két harcsát, valahonnan egy teherautóban, egy ilyen hatalmas tartálykocsiba, és akkor azok voltak a szereplők. És hát ugye ott a rángatásban, meg a fárasztás, meg ott a ide-oda rakosgatásban, hát ezek elpusztultak. Az egyik a próbák alatt, a másik pedig a felvétel. Hogyha valaki nagyon figyel és ért hozzá, akkor az látja már a filmen, hogy ahogy kiemeljük azt a harcsát, hát az már nagyon, nagyon le van lassulva, ő már nem nagyon az utolsókat rúgja, de hát a film az ilyen, úgyhogy annyi a történetnek a vége az, hogy megettük ott a büfések, megfőzték a forgatás helyszínén kint Bográcsban. Úgyhogy ugye a Tüskevár után meg felnőtt, színészkedett még egy ideig, de aztán rendező lett. Jelen pillanatban a Békés Csabán a Jókai Színháznak a vezetője, és nem árulok el titkot, előbb még kicsit beszélgettük itt a forgatás előtt is, egy nagyon megható mondat hatta el a száját egy élménybeszámolóval kapcsolatban. Ugye rengeteg éve eltelt, én is egyébként igazolom azt, hogy sokan mások, hogy a szeme ugyanaz, tehát a szeméről tudni lehet, hogy ki ül itt velem szembe, de elmesélj nekem ezt az élménybeszámolót, meg ezt az élményt. Ugye időről időre, még tavaly is hívtak egy élménybeszámolóra iskolába kicsiknek, ahol a Tüskevár nyilván most már sajnos nem kötelező olvasmány, ugye ez megszűnt, de vannak olyan tanárok, akik ezt szívükön viselik, és elolvastatják a gyerekekkel, és ennek folyamányaképpen meg is hívtak engem egy élménybeszámolóra, és éppen Gyulán, ez 4-5 éve volt, egy iskolában találkoztam egy osztállyal, mind
mindegyik hozta a Tüskevár könyvét, mindegyiket aláírtam. És a beszélgetés közben előkerült az a kérdés, hogy miért nem színes. Ugye akkoriban 66-ban készült a film, a színes technika nagyon drága volt, és a Magyar Televízió nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy ezt megengedhették volna maguknak, ezért volt fekete-fehér, és akkor én mondtam egy ilyet, hogy hát lehet, hogy még szebb lett volna a természet a filmen, hogyha színesbe sikerül megcsinálni. És akkor ott az elsősorban ült egy olyan 8-9 éves forma gyerek, nagy szemekkel, és így nézett rám végig az egész beszélgetés alatt, és akkor szólalt meg egyedül, kérdése nem volt előtte, azt mondta, hogy én, ha nézem a Tüskevárat, én színesben látom. Ennél jobb végszó nincs. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.